Beck László a következő vendégünk, a Medián kutatási igazgatója. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Körülbelül fél órával ezelőtt Emiliával, csak nagyon röviden tudtuk azt megemlíteni, hogy az én generáció, ez a 14-25 év? Igen, ezt őket nevezzük. Generáció mennyiben máshogy gondolkozik egy csomó dologról? Mennyi lenne mondjuk szívük szerint a kezdő, tehát mennyit érdemelnének még, mint kezdőfizetés? Szeretnének-e mondjuk egyáltalán itthon maradni, vagy külföldön szeretnének dolgozni? De lehet, hogy ez még csak csepp a tengerbe. Azt tudjátok, hogy a mai fiataloknak, a Z-generációnak mi a leggyakoribb kézmozdulata? Na, ja, gondolom ez a legyintés. Ez. Igen, igen. Hát a képernyő az elsősorban a mobiltelefon. Annyira durva. Mondhatjuk azt, hogy az ő, tehát ezt a generációt alapvetően már ez határozza meg? A számítógép, közösségi oldalak, okostelefonok világa. Igen, hát a tájékozódásban, tehát a társas kapcsolatok tartásában mindenképpen. Meg a hírfogyasztásban. Hírfogyasztásban is, hát a hírfogyasztásban mindenki. Na várj, mit jelentünk az Z-generációnál hírfogyasztásnak? Hát a tartalmát nem vizsgáltuk, hogy mi az, amit ők hírnek mondanak, de hát a tájékozódásukban elsősorban a Facebook megosztások játszanak szerepet, tehát a közvetlen fogyasztás az ritka. Közvetlen megkeresés egy-egy forrásnak. A rádió, a TV, a nyomtatott sajtó bebukta náluk. Hát, igen, de az online is, hogyha nem kapnak rá, nem találnak rá egy posztot. Szóval. Tehát nekik az Z-generáció hírforrása az egyenlő a közösségi oldalakkal. Elsősorban igen. Elsősorban ritkább, sokkal ritkább. Onnan tájékozódnak. Igen. Ha beléjük botlik mondjuk egy fontos hír, ott a Facebookon, akkor azt tudják. Ha nem, akkor meg így jártak. Akkor eljutnak a forrás oldalra, tehát mondjuk egy hír oldalra, de közvetlenül ritkán mennek oda. Még akkor is, hogy egyébként forrásként sokszor. Igen, pont keresett. Lehet, hogy a lányot keresett, nem? Pont benne van. Nem, egy barátomnak írtam a szabot, hogy nem érek le. És mindezt úgy, hogy 5-6 órát töltenek a képernyő, praktikusan a átlagosan 6 órát, igen. Elsősorban a mobiltelefon jelenti a képernyőt, hát és a természetesen mások is, de elsősorban a mobiltelefon. Tévé a legkevésbé. Mi minden derült még ki, Beck ura, az önök kutatásából? Hát nagyon szertágazó kutatás volt, egy kb. 20-25 perces önkitöltéses kérdői volt, tehát nagyon sok minden. Hát, de hát ezek a legfontosabbak, ez az, a külföldi munkavállalásnak ez a kézenfekvő jellege, nem csak az, hogy ilyen sokan mondják, de valahogy ilyen, arra is számítanak. Tehát nem csak a saját terveik között mondják azt, hogy külföldre mennek, hanem arra is számítanak, hogy ez nagyon nagy mértékben nőni fog. De arányokat tudna nekünk mondani, hogy az önök által megkérdezettek hány százaléka képzeli el mondjuk az életét, a jövőjét külföldön? Biztosan körülbelül 10% mondja, de még 40%, hogy valószínűleg igen. Egyébként ez a 10% nem olyan sok, nem. Mert ennél többen vannak jelenleg is, munkaképes korok közül többen vannak jelenleg külföldön, de hát ha 40% valószínűleg igenből, az úgy már sok. Mondjuk ez úgy lenne érdekes, hogyha nem tudom, pár év múlva lenne egy ilyen utánkövetés, hogy ebből igen. Mennyi valósult meg. Igen, hát valószínűleg az 50%-nál minden bizony kevesebb, hát remélhetőleg kevesebb, valószínűleg. Külföldön minden generáció szeretett volna 10 éve, 20 éve, 40 éve ezelőtt is dolgozni, más kérdés az, hogy erre nem volt meg a lehetőség, nem tudott elmenni igen, az igen. Ember külföldre. Mi az, ami a kutatók számára, felmérést készítők számára tényleg az abszolút megdöbbenés? Hát az abszolút megdöbbenés... De nagyon meglepő volt nekem az, hogy ez például a külföldi munkavállalás célországa, elsődleges célországa, ez az Egyesült Államok. És másik Anglia, tehát hogyha, és hát ugye Anglia is éppen meg kifelé tart az Unióba, tehát nem az Európai Unió. És az kiderült, hogy miért az Egyesült Államok a legfontosabb célország? Hát elsősorban az angol nyelvtudás az volt. Tehát ugye a magyar idegen nyelvtudás még ebben a korosztályban sem teljesen általános. És elsősorban az angol, ami megy. Na most beszéljünk még itt a fizetési vágyakról, álmokról, mert a bevezetőben arról is beszéltünk, hogy ez nagyon messze van a magyar realitásoktól. És ráadásul nőknél, férfiaknál nagy a különbség. Mit nagy mondtak? A különbség, igen.
Az a fizetés, amiért már elmennének dolgozni, az nettó 270 ezer forint, amit megfelelő fizetésnek tartanak, és ez hát kb. 20% különbség van a férfiak és a nők között. Ez is azért érdekes, mert egyébként, amikor azt más általában kérdezzük, hogy mire számítanak, arra számítanak, hogy ez ki fog egyenlítődni a férfiak és a nők fizetése, többségük erre számít, de ugyanakkor saját fizetésében, tehát ez mélyen bennük van, ez az, hogy a milyen fizetéseket lehet elérni. Pályakezdő nettó 270 ezer diploma, mennál. Valószínűleg hát diplomásként, 80 amikor a bruttó átlagkereset 290 ezer forint. Igen, igen. De hát a bruttó diplomás ebből nagy csalódás lesz. Hát ez egyrészt valószínűleg nagy csalódás lesz, de vannak olyan szektorok, hát például az a szektor, akiknek mi ezt a felmérést készítettük, abban ezek reális fizetések. Tehát tulajdonképpen nekik ez egy jó hír volt, hogy elérhető az a fizetés itthon is, amit a ő potenciális munkavállalóik reálisnak tartanak. Mindebből mi következik mondjuk a jövőbeni munkaadók számára? Milyen ez a generáció, akik érkeznek hozzájuk? Nem nagyon fog különbözni a korábbiaktól. Tehát az összkép alapján azt látjuk, hogy ezek a mobiltelefon használat, az online létezés, ezek persze megkülönböztetik a korábbi generációktól, mert ők ebbe születtek. Azért is, tehát ennek a generációnak a sajátossága, hogy nem csak, hogy megtanulták életükre, hanem gyakorlatilag beleszülettek. És ettől eltekintve viszont nagyjából olyanok, mint a korábbiak. Tehát tényleg egy ilyen, tulajdonképpen ilyen konszolidált életet céloznak. A kutatás kiterjedt arra, hogy ők alapvetően mit tartanak fontosnak az életben? Mondjuk, hogy mondanék egy példát, hogy például a családot, az, hogy valakinek bizonyos időn belül legyen gyereke, ha igen, akkor hány gyerek, hogyan gondolkoznak erről? Nem is a fontosságát, de erre kitértünk, és a többség házasságban képzelje. Tehát azért mondom, hogy ilyen konszolidált jövőkép élet körvonalazódik, és gyereket is szerezne, átlagosan 2,2 gyereket tervez egy mai fiatal. Azt hittem, hogy rosszabb egyébként ez az arány. Ezért mondom, hogy tulajdonképpen nagyjából ilyen lesz, mint mi. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen.